Vádat emelt egy férfi ellen a Kecskeméti Erási Ügyészség, aki 2020. októberében helvécén, itt állapotban egy teherautóval halára egy út mellett sétáló gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtotta helyszínről. A vádira szerint a vádlott 2020. október 24-én délután hvc alakot lakott területén a Kecskeméti úton vezetett egy teherautót. Jó látási viszonyok voltak, és az út száraz volt, a vádlott itt a sállapotban, mint egy 48-50 km per óra sebességgel hajtott és halálra gázolt egy nőt, aki vele azonos irányba az úttest jobb szélén gyalogolt. A vádlott észlelte, el, hogy elütötte a gyalogost, ennek ellenére segítségnyújtás nélkül elhajtotta teherautóval a helyszínről. A letartóztatásban lévő büntetlen előéletű vádlottat a járási ügyészség halált okozó ittas járművezetés büntettén kívül segítségnyújtás elmulasztásának büntetével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön, valamint közügyektől és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a szemben, akinek a bűnösségéről a Kecskeméti Járás Bíróság fog dönteni.